A náci koncentrációs tábor egyik túlélője meglátogatta a barátját, aki szintén kivette a részét azokból a borzalmakból. Megbocsátottál-e már a náciknak? Igen. Én nem. Engem még mindig emészt az irántuk való gyűlölet. Akkor, válaszolta szelíden barátja, téged még most is fogva tartanak. A hadnagy föltüzeli katonáit. Katonák! Most ember! Ember ellen fognak harcolni, mire Kón gyalogos, főhadnagy úr drága, nem tudnám megmutatni az én emberemet. Hát a barátsággal megbeszélhetnénk az egészet. Szóval, nagyon leegyszerűsítve, a népi Urbánus, még jobban leegyszerűsítve, a jobb, bal, még jobban leegyszerűsítve, a zsidó-keresztény párbeszéd se folyhat úgy le esetembe se, hogy mint a bolond, csak magamba beszélek. A gyerekek, hogy az élet mit produkál, ezt el kell mondanom, hogy nincs az a humorral megáldott, megvert ember, aki ilyet ki tud agyalni egyáltalán, ami konkrétan megtörtént velem például. Meghívtak Győrbe, gyönyörű zsinagóga, most újították föl pár évvel ezelőtt, gyönyörű kiállító, tesz, minden gyönyörű, magas légtér, tehát annyira szép, hogy ez nem tudom, és ott álltam a barokk fesztiválon, és nem tudtam, hogy miért vagyok ott, és hogy mondjam, bécsi filharmonikusok jöttek át, egy abszolút ilyen jól öltözött kultúrközönség, mondjuk nem annyira, mint ti itt, de remekek, remekek, és ott álltam, ez a magas elefánt a porcelán, hogy hogy kerültem ide, most jön a poén, hát ilyen nincsen. Tudjátok, hogy miért hívtak meg a barokk fesztiválra? Azért, mert a budapesti kamaraszínházban volt egy önálló estem, és az volt a címe a legvidámabb barokk. Ott álltam, félelmetes volt, hát mondom, a belém bújt az ördög, és egy zsidó viccet elmondta. Hát a magas légtér minden úgy adta, mondom, hajfába kiszáll egy turista, hát a barokk fesztiválon jól hangzott. Mondom, hajfába kiszáll egy turista, jön vele szembe egy ilyen benszülött, két ilyen óriási görög dinnyével, azt mondja, nem tudnám megmondani, hogy a Yehudi Menuhin utca hol van, azt mondja, vegye át ezt a két görög dinnyet, átadja, azt mondja, fogalmam sincs! Hát színészileg, hogy hozom ezt? Genetikailag. Na jó, ennek a pesti változata az, hogy a Dob utcába jön egy turista, vele szembe jön egy ilyen kaftános, mondjuk én, és azt mondja a turista, megkérdezi, azt mondja, nem tudnám megmondani véletlenül, hogy a zsinagóga hol van, azt mondja a kaftános. Persze, véletlenül. Három a magyar igazság. Darvas Iván legkedvesebb vicce az ez volt, hogy Kombácsi, miért nem csináltatja meg a fogait ezeknek?